De hát Gergő, hova lett a két nagy monitorot, két 27 colos monitoron dolgoztál eddig? Hát igen, csak most már a MacBook leváltotta a PC-t előző videómba már ezt láttátok is. De hát 14 col mire elég, azon hogyan lehet szerkeszteni, ha amikor 27 colhoz szokik a fotós, akkor utána pedig hogy létezik az, hogy 14 colon neki az kényelmes lehet. Megbarátkoztam azzal a gondolattal, hogy a retuszt, én elkezdem kidelegálni, úgyhogy csak egy részét csinálom én, és egy részét már kiszerveztem. Így jobban tudok koncentrálni és energiát áldozni a saját fotós vállalkozásom fejlesztésére. A retus meg ki tudom tanítani, azt ki tudom delegálni. Ha mégis valami a én csinálom egy részét, akkor pedig Dorinak ott van 27 szoros Asus ProArt monitora, akkor meg tudom azon csinálni, ha szeretném. Ennek a képszerkesztő szoftvernek rengetegféle funkciója van, és nem is fogom ebben a videóban végigmutatni az összeset, van 7 napos próbaverzió, a videó leírásával eléritek a linket, le tudjátok tölteni, ingyenesen ki tudjátok próbálni. A linkre kattintva itt fogjátok megtalálni, hogy free download, erre kattintva már el is fog indulni a letöltés. Hát én ebben a videóban csak azokat fogom bemutatni, amik számomra az én munka folyamataimat a legjobban meggyorsították, és jobb eredményt hoztak, mint az eddigiek. Úgyhogy nézzük meg a elsőt, ami a HDR, amit eddig én mindig Lightroom vagy ugye a kameráról beépített Merge HDR-ral készítettem, HDR-rel készítettem. Viszont itt is van ilyen funkció. Nézzük meg, hogy jobb vagy rosszabb. Én már előre itt ki is választottam a képeket, hogy miket szeretnék tesztelni. Ezt a konferencia termet pár napjel ezelőtt fotóztam az egyik budapesti szállodában, ahol látható, hogy mennyire hát a dinamika tartomány, hát végig kellett exponálni 6 darab fotót, és hát belül nagyon sötét, ugye kevés a természetes fény, értem ez az alatt, hogy hát ugye a székeknek a felülete ugye sötét, nagyon világos a kilátás, hogyan tudjuk összehozni. A jobb felső sarokban, itt rákatintok az extrákra, akkor különböző extra kiegészítőket le lehet hozzá tölteni, és itt van az HDR Merge, én ezt már le is töltöttem, kelölöm a fotókat, és behúzom ide az HDR Merge-re. Utána pedig megnézem, hogy milyen beállítások vannak, ugye ha bemozdultak, esetleg elmozdultak egymáshoz képest a képek, akkor auto alignment, a kromatikus aberrációt, meg a, a szellem ö, képeket, hogyha abban az esetben ugye a HDR esetén mozgott valami, mondjuk fújt a szél egy, ö, egy külső HDR fotó esetén, akkor ezt igyekszik ezt kiküszöbölni. Ezután pedig rákattintok a Merge ikora. El is készült a fotó, ha rákattintok az editre, akkor ugyanaz, mint szinte bármelyik képszerkesztőnél, kontraszt, expozíció, csúcsfények, árnyékok, színek, tehát hogy ez szinte mindenhol ugyanaz, viszont ő kiegészül jó pár extra funkcióval a luminár, és azt nagyjából azt mondom, hogy hmm, körülbelül mondjuk így nekem szimpatikus is, bár kicsit még mondjuk a color kicsit behúzom sárgával, csak egy picit. És pár kattintással szerintem nagyon jó eredményt tudtunk elérni, főleg ha én belezumolok ebbe a fotóba, 100%-os nagyításon is megnézem a részleteket, akkor itt azért nagyon szép eredményt kaptunk, mind a csúcsfényeknél, mind pedig az árnyékoknál, és az úgy hozta össze, hogy nem érzem a képet, túlhúzottnak, mert nagyon sok ilyen HDR funkció, úgy érzem, hogy nagyon be akarja hozni a csúcsfényeket és az árnyékokat. Szerintem jó, ha megmarad kicsit természetesebb hatásban, amikor még elhisszük és nem túlhúzzuk, és túlzottan visszahozzuk az árnyékokat, nem túlzottan felerősítjük az árnyékokat, és nagyon lehozzuk a csúcsfényeket, mert akkor van egy kicsit ilyen természetellenes hatása, persze ez fotósa ö, válogatja. Úgyhogy én most már HDR fotók elkészítésére már nem a Photoshopot, hanem a Luminar beépített opcióját használom. Nézzük meg a következőt, az pedig az Upscale, ugye a képnek a felnagyítása. De a luminár olyan ez a funkció, hogy igyekszik a szoftver plusz információt bele rajzolni. Ugye ez annak idején a fotós iskolában úgy tanították, hogyha felnagyítasz egy fotót, mondjuk a ami 10 megapixel, és felhúzod 40 megapixelre, attól az a fotó, hát végülis 40 megapixeles lesz, de 10 megapixelnyi információ lesz benne, tehát hiába nagyítod, az igazából ugyanúgy információ tartalmilag, az egy 10 megapixeles fotó fog maradni, nem lesz belőle 40, a 40 megapixeles fotóhoz az 40 megapixeles szenzor is hozzá egy olyan objektív, ami ki is rajzolja valóban a 40 megapixel szükséges. Ugye az ai okkal ez valamennyire átváltozott videóban is vannak már, és most fotóban is van az Upscale nevezető funkció, ahol egy képet felnagyít úgy, hogy igyekszik plusz információt belerajzolni. Nézzünk meg kettő példát. Egy fotó rólam, ami telefonnal készült, ki van vágva, látszik, hogyha én bele is akarok zoomolni, már 128%-on vagyok, de ezt zoomoljak bele még. Tehát nagyjából ilyen a felbontás, ez egy telefon, digitális zoom, bele van vágva, úgyhogy dobjuk be az upscale-be, hogy mit fog ez művelni, és azt mondom, hát küldjük rá a 6 és én ezt felnagyítom. Nézzük meg, milyen plusz információkat fog létrehozni. Ehhez ki kell ezt exportáljam. És akkor itt van a luminár, és ha belezumolok, akkor nézzük, hogy mit próbált velem tenni maga a szoftver. Hát ez az eredeti, ez pedig ugye a lumináros, tehát ez a luminár, ez pedig az eredeti. Hát életlenebb, életlenebb konkrétan az arcbőr, is, ugye igyekszik belerajzolni plusz információkat, és ezt mindezt úgy, hogy a zajt valamennyire eltünteti, és ha megnézzük főleg itt a, a hajnál, akkor szebb és és látható, hogy plusz információk jöttek létre a hajamnál. Itt nincs annyi részlet, kicsit pixeles, meg konkrétan az AI belerajzolta ezeket a hajszálakat. A bört az valamennyire elnyalta, most azt nézzük el neki. Ha viszont lejjebb megyek ide például az ing részre, itt is össze lehet hasonlítani, hogy ugye ez volt az eredeti, és ez pedig a luminát. Tehát konkrétan információk jöttek létre, vagy ha megnézem, belerajzolta a szoftver, hogy itt is a csiptetős mikrofonnál látható, hogy zajtalanít, és ö, belerajzol plusz információkat, úgyhogy királyfunkció. Na de nézzük meg ezt ennél a fotónál, amit a fényfestés 2 forgatásnál készítettem, de egy nagy felvontású 30 megapixeles kép, ahova még úgy bele is zoomolok, még így is teljesen rendben van, ugye ez egy nagy felbontású fotó. Itt milyen információkat fog belerajzolni, beletenni utólag nekünk a szoftver. Itt is van egymáson a kettő fotó, ez itt a luminár, ez pedig itt lent az eredeti, így jobb alul. Hát ahol szerintem egész jó ö, részleteket berajzolt, az például a fa. Tehát, hogyha még jobban belezumolok, akkor látszódik, hogy itt a fa textúrája azért itt erősebben jobban, jobban kijön, mint mondjuk hátul itt a, mondjuk itt, ha megnézem ezt a részt, de 200 os nagyításon vagyunk, és csak azért itt látjuk, hogy valamennyi plusz információ belerajzolódott. Nekem az ezzel a személyes tapasztalatom, hogy itt az eredeti fotó is már teljesen rendben van, persze, hogy egy, most itt 300 százalékos nagyításon itt elkezdünk szőrözni vele, itt tényleg sokkal jobb a kép, sőt, még zajtalanít is, tehát hogy akkor érdemes ezt a funkciót használni mondjuk tényleg olyan fotóknál, ami 20 plusz megapixel fölött készült el, ahol mondjuk megy egy nagy printbe, mert egy nagy printbe ez a különbség is sokat fog számítani, ahol kicsit lezajtalanítja az adott fotót, az upscale, plusz még infót is rajzol bele. De ha van egy kis felbontású fotó, már csak kis felbontásban van meg, szeretnétek kiprinteni, kitenni a falra, rátoltok egy ilyet, akkor szignifikánsan jobb lesz a fotónak a minősége, plusz információt rajzol bele nekünk a szoftver. Sőt, hát ha itt megnézem, akkor hát sokkal jobb lesz a kép minőség. Az a képnek a teljes minősége, mert ha ide belemegyek, most 200%-os nagyítása, itt van egy kis zaj, de most a zaj az teljesen eltűnt, és lett egy ilyen minőségű fotó. Tehát, hogy azért itt is nem csak a fa, hanem az ilyen homogénabb felületeknél, ahol egy picit zajosabb már mondjuk a fotó, akkor itt azért ez, ez, ez azért tényleg nagy különbség, de mondom, 300%-os, 300%-os nagyításon vagyunk. Nézzük néhány fotót, kiválasztom például ezt a rólam készült fotót, amit lent készítettünk a, a Balatonon, beremeljek az editbe, és nézzük meg, hogy milyen funkciói vannak még ugye itt a szerkesztőn belül. Van egy AI Enchance, ami kontrasztosít, fényeket ad ide-oda, nem sikerült rájöjjek, hogy ezt, ezt, ezt hogyan csinálja tehát itt látható, hogy ilyen volt, kicsit kontrasztalan, és behúzza így rajta a kontrasztot. A Sky-ra később kitérünk, ugye a Develop-on belül megvannak ugye ezek a szokásos csúszkák, ugye az Exposure, Contrast, csúcsfények, árnyékok, ugyanígy itt a, a mint bármelyik szerkesztőből, ugye a fehérek, a csúcsfényeket lehet még bejepúzni, ugye a feketéket, Ugyan van a Curves, a színem belül ugye <coughs> ugyanezek, amit megszokhattunk. Itt van egy külön élesítés is, Noise Reduction, euh, zaj, csökkentés. Szóval ami, ami ezután jön, szerintem az igazán érdekes. Ugye itt még a Colorium belül, ha bemegyek ugye HSL-be, ugye ezt is ugye ismerjük, ahol külön színeket lehet szaturálni, színeket lehet sötétíteni, világosítani, ezt ugye megint a legtöbb szoftver, szoftverben ez benne van, amit én is használok, tehát ez ilyen, olyan dolog, aminek muszáj úgymond benne lennie. Viszont mit szoktam én csinálni, amit nagyon-nagyon szeretek, és szerintem ami szuper funkció, ez a Relight AI. Ez azt csinálja, hogy egy AI megpróbálja meghatározni azt, hogy mi az, ami közel van, mi az, ami távol van, és nem kell maszkolgatni, hogyha valamit mondjuk szeretnék, ami közelben van, világosítani, tehát, hogy világosabb legyen az a rész, és a háttérre szeretném sötétíteni. Mondjuk egy portré esetén pont ez van, hogy nekem ennél a fotónál azt mondom, hogy kicsit világos mondjuk a háttér, és szeretném, hogy ez, ez sötétebb legyen, én pedig világosabb, akkor csak van itt egy csúszkám, ez a Brightness Far és a Brightness Near, konkrétan itt tudom ezzel a csúszkával állítani, és nézzétek meg, hogy mennyire jól működik, hogy itt csak a hátteret tudom ö, sötétíteni, és mennyire szuper, sőt, ha magamat akarnám világosítani, akkor látszik, hogy mi az, ami ez az automata maszkolás, ez meg tudja nekem ö, oldani. Például a YouTube előképeknél, amikor mondjuk feltöltöttek egy videót, nagyon világos a háttér, süt rá mondjuk a, a, nap, és szeretném jobban a háttérbe betolni, akkor simán egy csúszkával kijelölés nélkül ezt meg tudom tenni. Hát, ha akarok, akkor még kis ködöt is tudok rá varázsolni, de most ennél a fotónál ezt nem érzem indokoltak. Akár még ilyen fél gicses becsillanást is tudok, hát ez amúgy akkor működik jól, hogyha, de amúgy néz, nézzétek meg, látja az AI, hogy hol van ugye mögötte ugye az, a, az az oszlop. Szóval szerintem ez akkor működik jól ez a funkció, amikor tényleg van egy ellenfényünk, tehát ha nincs ellenfény, mint a fotónál nincs ellenfény, akkor ezt is senki nem fog elhinni, úgyhogy ezzel nyilván azért óvatosan kell bánni, de ezt használtam már akkor, amikor mondjuk volt egy tényleg egy ellenfényes fotós, szerettem volna még ezt a hatást kicsit ö, erősíteni, akkor beraktam ezt a funkciót, és, ö, és, és ráerősítettem erre. Bármikor az Edits-be tudok ugrani, és akkor itt azonnal látom, hogy mik azok az eszközök, amiket alkalmaztam a fotóra. Például nyilván ez a sunraise, ezt én nem nagyon akarom, úgyhogy ezt gyorsan itt ki is tudom kapcsolni, és vissza tudok ugrani az eszközökhöz. Na és akkor nézzük meg kicsit így a portré Retus részét, mondjuk egy 100%-os nagyításon mászunk bele valamennyire az arcomba. És mondom, nem fogom végigmutatni az összes funkcióját, nézzétek meg, itt van például a Face AI, és akkor itt konkrétan csak az arcomra tudok fényt adni, meg itt van a Slim Face opció is, amit én mondjuk kedvelek, hogy kicsit, amikor még erősebb portinál a napsütés, kicsit hunyorog mondjuk a modell, akkor ki lehet nyitni a szemeket. Ez pedig ez az Enlarge Eyes, amit nyilván óvatosan kell kezelni, de egy ilyen 60-ason ezt még én így pont elhiszem. Ezek a funkciók meg teljesen magától értetődőek, úgyhogy ezeket eh, majd nézzétek meg. És ahhoz képest, hogy ez csak egy csúszka, nem retusáról szól. Persze tudom, hogy ha nagyon belezumolunk és ezt megnézzük, professzionális frequency separation és hasonlóval lehet még elérni ennél jobb eredményt, de ahhoz képest, hogy amúgy csak egy csúszkáról be beszélünk, ahhoz képest nem szavar. Sőt, jó, ez nem tudom, hogy kinek van erre szüksége, hogy kicsit legyek válaszabb, vagy legyek kicsit lefogyva. Hát, ha van valamilyen megrendelő ilyen kérdés, hogy jaj, létsz az esküvős képeken egy két kilóval mutass engem kevesebbnek, akkor egy csúszka segítségevel végül is ezt megint meg lehet tenni. Én azt gondolom, hogy a, a luminár akkor jó, hogyha ilyen dolgokat nem kell photoshoppal részleteibe belemenni, sokkal gyorsabb itt a munkafelület. Sőt, ugye ezeket a editeket, amiket ugye itt van, ezeket át is tudjuk másolni. Tehát, hogy azt mondom, hogy van sok ilyen kép, akkor én visszaugrok a katalógba, és azt mondom, hogy a jobb gomb, adjustments, copy adjustments, kijelölöm az összes fotót, jobb gomb, adjustments és paste adjustments. És az összes képre, amit, uh, amit most kijelöltem, amiket most megcsináltunk, az rámegy. Tehát, hogy akkor jó ez, amikor mondjuk van egy portréretus, és mondjuk megelégedünk ezzel a csúszkával, nem kell egyesével végre tusálni az összes fotót, ott van még több funkció is a portréretusra, akkor nem kell egyesével végig menni az összesen, hanem egyet megcsinálok, és ráhúzom az összesre. Ugyanígy az égbolt cseré, mivel van beépített uh, égbolt cseréje is, itt vannak ezek a fotók, amiket készítettem a Balatonon, viszont nem volt túl jó időnk, bemegyek a Sky AI-ba, itt be is lehet hívni saját fotókat, tehát nem muszáj ezeket használni. Kiválasztok egyet, ilyenkor várni kell egy kicsit, és automatikusan bármilyen kielelős nélkül látható is, hogy kicserélte nekünk az égboltot, ki lehet választani, mondjuk azt mondom, hogy ez ami a legjobban illeszkedik, és azonnal lehet ugye ezt, ezt, ezt finom hangolni is, akárhogy, ahogy gondoljuk, legyenek kisebbek, nagyobbak a felhők, nem megyek ezeken végig, ha ugye portré esetén van, akkor ugye difókuszolni is lehet, tehát hogy abban az esetben ugye kicsit ugye életlen a háttér. És a teljesség igénye nélkül most mondjuk azt, hogy én ezt a fotót elhiszem, visszamegyek ugye a katalógba, ugye megint azt csinálom, hogy ugye ez kopi, és az összes után utána kijelölöm, és meg fogja tudni csinálni, hogy nem kell egyesével az összességboltot kicserélni, mert ráhúzza az összese. Nyilván utána érdemes beremenni, és kicsit finomítani ezeken, mert ugye nagyon furcsa néz ki az összes fotót leadom, és mindenhol milliméter pontosan ugyanúgy áll az ég, tehát érdemes ilyenkor belekattintani ezekbe a fotókba, és kicsit még ugye jobbra, balra húzni, sötétíteni, világosítani, hogy ne legyen azért annyira feltűnő, és most látható is, hogy az összes fotón megcsinálja az égból cserét, ahogy az előbb beállítottuk, és nem kell egyesével ezt kielölgetni, ami szerintem ilyen rengeteg időt spórol. De mi helyzet olyan égbolt cserélni, ahol bonyolultabb a helyzet, mert az előző Balatoni fotónál nagyon egyszerűen volt látható, hogy hol van, ahonnan, kezdődik a horizontól az égbolt, viszont itt van, az előző fotóra visszaugrunk, akkor mégis itt is jól fog működni ugye a fák mögött. Hát kiválasztom megint ugye azt az égboltot, ami szerintem hát közel a legjobban illik hozzá, hát melyik legyen az, legyen mondjuk ez. Látható, hogyha bele is zoomolok, akkor Tökéletesen megcsinálja, hiba nélkül, pedig azért ez a kijelölés nem annyira egyszerű, főleg ha itt belezummolok, tehát hogy itt, itt hiba nélkül kicseréli az égboltot. Ha visszazummolok, és kicsit azt mondom, hogy ez hát nem annyira élethű, mert tényleg egy kicsit sok, akkor simán csak belemegyek ebbe a részre, és kicsit finom hangolom. És kész is vagyok, három kattintásból ki tudtam cserélni az égboltot, ráadásul úgy, hogy szuper munkát végzett nekem a, a, a luminár, nem kellett kielölgetni, nem kellett maszkolgatni Photoshopban, hanem egy icipici finom hangolás után kész van az égbolt csere, sőt, ha ugye ki akarom cserélni, csak szerintem ez viszont azért egy kicsit sok, de ha belezumolok, akkor ez is jó. Tehát, hogy persze nem hiszem el, mert nem ilyenek a, a fények magán a, a fotón, de hogy ezt is egy kattintásból megcsinálta nekünk egy másodperc alatt. Azt nyilván érdemes elkerülni, hogy ha hiába teszek be ilyen kék szállod, még ez is jó. Beszarás. Nem tudom, hogy csináljam úgy ezt a szoftver, mert ezt fotósokban nem lehet ilyenkor megcsinálni. Hogy, hogy ez életű legyen, de valahogy ő mégis megcsinálja. Mert ilyenkor, hogyha egy órában készült fotónál behúzok egy ilyen égboltot, ami a verőfényes napsütésben készült, akkor az nagyon furcsan el fog ütni, de itt, itt, itt nem. Pedig elkéne. <laughs> Jó, ez azért tényleg kicsit sok. <laughs> de megcsinálta. A kiegészítőknél még van egy panoráma stitching, amit kipróbálhatunk. Ha ugye föntre kattintotok ugye az extrákra, akkor nézzétek meg majd a trial verzióból, hogy mik azok, amiket ki tudtok próbálni. Itt van zajcsökkentő, itt van az upscale, élesítés, háttéreltávolítás, és itt van panoráma stitching is, ezeket ki tudjátok hozzá próbálni. Én most megnézem ezt a panoráma stitchinget, tegnap fotóztam ezt a kettő képet, nem fér bele 17 mm-be fölfele a, a, témám, és kicsit felshifteltem és akkor így hoztam egybe ezt a képet. Nyilván hibátlan összeilleszti, megkérdezi, hogy hogy vágja, és már mentetem is a fotót. A struktúra kiemelés is van, ez főleg mondjuk olyan témáknál, ahol mondjuk nálam egy fürdőszoba, hogy kicsit ilyen steril a fotó, akkor ugye ez a struktúra kiemelés, kiemelés ez a, hasonló lehet, mint a Clarity, szépen ki tudom emelni a, a felületet, ha ezt akarom. Amikor felvettem egyben ezt a videót, akkor még nem volt benne a luminárban ez a funkció, most viszont már benne van, amit én nagyon hiányoltam belőle, ez a Generate, ami AI, tartalomérzékeny kitöltés ki tud nekünk szedni a luminár olyan részleteket a fotóból, és intelligensen be tudja tölteni azt a területet, anélkül, hogy kellene klónozni, és anélkül, hogy kellene pepecselni az adott tárgynak a kiretusálásával. Nézzünk meg három példát. Ezt a példafotót választottam, mert itt a megrendelő megkért rá, kimondottan, hogy ezt a kandallót legyek szíves leretusálni. És hát ez eléggé problémás lenne, már itt ugye a járólap miatt, ugye itt uh, maga a növényzet, a korlátok, a tükröződés, úgyhogy azt mondom, hogy én megadom a luminárnak, hogy legyen szíves, és ezt szedje ki nekem. És akkor nézzük meg, hogy mit fog tudni, rákattintok, és akkor... És akkor elkezd tölteni a szoftver, és egy kis idő elteltével megmutatja nekünk az eredményt. Kíváncsi vagyok. Jó, már megcsináltam amúgy egyszer, hogy tudom, hogy jó lesz. <laughs> és kész is van, szuper eredményt kaptunk, ilyenkor mindig azt tartsátok szem előtt, hogy persze a belezumolunk, és nézzük, hogy milyen volt, és milyen lett, persze lehet találni, ó, hát ez így nem teljesen tökéletes mondjuk, de ilyenkor tartsátok a szem előtt, hogy ilyenkor egészben nézzük a fotót, tehát, hogy én most kizumolok fit screenre, akkor most bárki megmondja, hogy ott volt egy kandalló? Nem, senki, fog, senki meg nem fogja mondani. Például ennek a tévének is az eltávolítása, a beklónozása, ugye egy grédienttel kéne megcsinálni, hogy ebből a fehér színből átmenjen a szürkébe árnyékot eltávolítani. Itt zoomoljunk inkább bele, ugye itt, itt a szegét ezt megcsinálni, ez, hát eléggé pepecs problémás munka lenne. Persze tudom, hogy nem megoldhatatlan, csak ez mindig rengeteg időt vesz el nálam is. Hát most uh, első körben nekem egy festményt uh, helyzet oda a... <laughs> a tévé helyett, tehát hogy ilyen volt tévé, most lett egy festményem a helyére. Valamikor többször is át kell menni ezen a folyamaton, és nézzük meg így, szerintem ez már így sima lesz, és akkor, ha minden jól megy, akkor kettőből el is lehet, kettő próbálkozásról el is lehet távolítani a tévét. Mielőtt elindítottam itt a felvételt, megpróbáltam, és akkor viszont egyből azonnal jól, hiba eltávolította a tévét. Lehetséges, hogy valamikor kell még neki még egy kör, hogy tényleg el, el a tévétől. És ha belezumolunk, akkor látszik, hogy a szegéti szépen megcsináltuk, Ugye ez megint fotosokban egy ö, problémás lenne, hogy ugye a szegély az folyamatosan vékonyodik, és akkor hogy legyen ö, eltávol, hogy legyen kiklónozva, és akkor ilyen volt, ilyen lett, és lehet látni, hogy mennyire szép ö, eredmény kaptunk, jó a gradient, és ezt most senki meg, meg nem mondja, hogy itt voltam úgy egy tévé. Mindenféleképpen próbáljátok ki a szoftvert, nézzétek meg, hogy a ti fotóitoknál mi az, ami a legjobban hozzájárul ahhoz, hogy még jobb képeitek legyenek. Ha rákattintotok rá a videó leírásában található a linken, meg fog nyílni ez az oldal, és itt van, hogy free download. Erre rákattintotok, és akkor itt ö, el fog ö, indulni a letöltés, és ö, trial verzióba ki is tudjátok próbálni. Próbáljátok ki mindenféleképpen. Fog, lesz még szó erről a szoftverről, mert nekem is jó pár képretusálási, mint például égboltcsere, mint például ugye retusálás, mint például a HDR, most már a Luminárral csinálom ezentúl, úgyhogy próbáljátok ki mindenféleképpen, leírásban megtaláljátok a linket, találkozunk a következő videóban, sziasztok!